Több mint 40 lakást újítottak fel, lezárult a vasgyári városrehabilitációs program. Áprilisra elkészülhet, kezdődik a görömbölyi közösségi tér fejlesztése. Újra kiérdemelte, családbarát hely lett a Miskolci állatkert. Jó estét kívánok! Kezdődik a Híradó 2023. február 1-én szerdán 18 órakor. Jönnek a részletek. Önkormányzati lakásokat újítottak fel, házakat bontottak le, lakókat költöztettek, és a vasgyári közösségi házat is rendbe tették a vasgyári rehabilitációs programban. A projektnek az volt a célja, hogy a leszakadással veszélyeztetett városrészben élők komfortérzete javuljon. A beruházás több mint 800 millió forintos uniós forrásból valósult meg. 2021. szeptemberében tájékoztatták a Vasgyárban élőket, hogy elkezdődött egy beruházás, amelyben a lakásokat újítanak fel a területen, elbontják a rossz állapotú Kabar utcai ingatlanokat, és a vasgyári közösségi házban is komfortosabb körülmények között rendezhetnek programokat. A lakossági fórumon a Kabar, a Glanzer, a Gózon, a Puskin és a Számozott utcákban élők is elmondhatták véleményüket. A városrehabilitációs projekthez szükséges összegre az önkormányzat, a Máltai Szeretetszolgálat és a Meszegyi közösen pályázott. Ezt a Gózon Lajos utcai lakást is felújították. Szigetelték a ház teljes külső homlokzatát, új ajtókat, ablakokat építettek be, kályhával, bojlerrel, szaniterekkel szerelték fel a lakást. Egy üres házba jöttem, mert én mindent feltüzeltem, annyi megéletésem nem volt. Megkaptam a nyugdíjat, és én így veszegettem, mióta itt lakok. Mert üres házba jöttem, mert minden sorszekrényt, kezdve kettőt feltüzeltem, mert fagyta meg a házba. A harmadik utcában ezt a házat is felújították a programban. A tető maradt, de a homlokzatot itt is szigetelték, festették, és új nyílászárókat építettek be. Én a Kabar utcáról költöztem el, mert a Kabar utcát lebontották, sorra került a Kabar utca, és én onnan kaptam meg ezt a lakást, itt a harmadik utca, 14 földszint egyes ajtó alatt lakom. Szeptember 2-ával vettem át ezt a lakást, 12-ével költöztem le az unokámmal és a két dédunokámmal. A Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja, vasgyári program 2018 áprilisában indult, és idén január végén zárult. A projekt három fő részből állt. 42 önkormányzati szociális bérlakást korszerűsítettek, komfortfokozatát növelték, a Kabar utcában lakásokat bontottak el, az ott élőket elköltöztették, és a vasgyári közösségi házat is részlegesen felújították. 10 lakás felújítása 2018 decemberére már be is fejeződött, a további 32 lakásé elhúzódott egészen 2022. szeptemberéig, mindez a közbeszerzések, a kivitelezés időtartama miatt. Egyébként a vasgyári közösségi ház pedig 2022 nyarán került átadásra. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Meszegyi munkatársai a programban érintett családokkal folyamatosan tartották a kapcsolatot, prevenciós előadásokkal, tájékoztató fórumokkal, adományokkal segítették az új környezetbe való beilleszkedésüket. Az elsődleges feladatunk az volt, hogy a szociális munka eszközeivel segítsük azokat az akcióterületről a felújított lakásba beköltözésre váró családoknak a felkészítését arra, hogy egy jobb komfortfokozatú lakásba fognak tudni beköltözni, és gyakorlatilag egyrészt közösségépítésben, másrészt egyéni tanácsadás keretében igyekeztünk különböző programokkal segíteni az érintett családokat, illetve az érintett lakókörnyezetet is, annak érdekében, hogy a beköltöző családok a beilleszkedése zökkenőmentes legyen. Varga Andrea a projekt záró rendezvényen köszöntőjében arról beszélt, hogy a Vasgyár környezetének összbenyomása ezzel a korszerűsítéssel jelentősen megváltozott.
Összességében is az a városnak a célja, hogy a vasgyári lakóterület az egyre élhetőbb és egyre színvonalasabb képet nyújtson. Ehhez elengedhetetlen az, hogy olyan infrastruktúrális beruházások történtek a lakhatási körülmények vonatkozásában, amelyek most ebben a projekt keretében valósulhattak meg. A Vasgyárban élők elköltöztetése, a minőségibb életfeltételek megteremtése és a felújítások költsége több mint 837 millió forintból 100%-ban az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával történt. A projektről és a részletekről bővebben a 18 óra 25 perckor kezdődő kilátóban hallhatnak majd. Az elmúlt egy hétben sok dolga volt a miskolci önkormányzat rendészeinek. A belvárosban öngyújtógázt belélegző kábult fiatalok agresszív viselkedését akadályozták meg, és több körözött szemét is elfogtak. A MIÖR igazgatója szerint munkatársainak ezek az intézkedései is hozzájárulnak a város közbiztonságának és a lakosság nyugalmának megőrzéséhez. A Miskolci Önkormányzati Rendészet Operatív Műveleti Központja több mint 3 éve működik, és az egész városban járőrök is teljesítenek folyamatosan szolgálatot. Az elmúlt hétvégén az átlagosnál is több dolguk akadt a főutcán járőröző rendészeknek. Pénteken délután a Széchenyi utcán több fiatalokból álló csoport hangoskodott és szemetelt, ezért intézkedés alá vonták őket. Kiderült, hogy közülük többen öngyújtógáz szívtak, ezzel kábították saját magukat. Vélhetően ez okozta agresszív magatartásukat. Kiderült, hogy ezek a fiatalok a gyermekvédelmi intézetből távoztak el engedély nélkül. Ennek az intézkedésnek az lett a vége, hogy 3 főt a csapatból a detoxikálóba kellett szállítani a mentőszolgálatnak, még a 4. a vele szemben kiadott körözés miatt a rendőrség előállította. Zajlik egy ruházat átvizsgálás, ami nyilván annak az érdekében, hogy az esetleges támadásra vagy önkárosításra alkalmas eszközöket elvegyék tőle. Ez a másik eset hétfőn délután a Színva Park környékén történt. A gyalogátkelőnél a rendészek háta mögött 3 fiatal szintén megbotránkoztatóan viselkedett, ezért velük szemben is szükséges volt intézkedni. A térfigyelő kamera felvételein az látszik, hogy az egyik személy a ruházat átvizsgálása után agresszív lett, amikor igazoltatták, és nem adott át személyi iratot sem. Viszont hamis adatokat diktált be a kollégáimnak, ezt a nyilvántartóban történt ellenőrzés bizonyította. Amikor kollégáim rendőrintézkedést kértek, hiszen a személyazonosság megállapítása ebben az esetben más módon nem lehetséges, sikerült mégis azonban megállapítani a rendőrök megérkezése előtt a valódi adatait, és azt is sikerült megállapítani, hogy a fiatalemberrel szemben a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei bíróság BV csoportja szabadságvesztés letöltése miatt körözést bocsátott ki. A rendészet igazgatója azt mondta, 2 év 7 hónap szabadságvesztés vár a fiatalra az előállítás után. Vince Csaba azt is hozzátette, hogy az említett esetek mellett még 2 körözött szemét is fogtak a rendészek a hétvégén. Áprilisra elkészülhet a Görömbölyi közösségi tér fejlesztése. A közszínpad oldalsó takaró és tető szerkezetének építése bonyolult és hosszadalmas egyeztetések után elkezdődhet. A beruházásra 10 millió forint pályázati forrás áll rendelkezésre. Az időjárástól függően a tervek szerint április 15-ére elkészül az építmény. A tetőszerkezetet egy görömbölyi építész tervezte. Eperjesi Szabolcs elmondta, nagy figyelmet fordított arra, hogy a szerkezet stílusa összhangban legyen a szomszédos művelődési ház kinézetével. A műszaki terület átadása megtörtént. Ezzel kezdetét vette a görömbölyi közösségi tér fejlesztése. A kőszínpad felé hamarosan egy tetőszerkezet épül majd. Igazándiból, ami lényeges volt, ezek a belső alapoknak a kialakítása, hiszen ez egy törmelékes feltöltés. Igen, ott le is kell menni elég jó. És itt le is kell menni az alapozási mélységgel, megfelelő mélységbe, hogy maga a szerkezet. És egy talberendbe fut ugye a tetején, és akkor össze van fogva.
A terveket egy görömbölyi építész készítette. Eperjesi Szabolcs elmondta, számára a munka során elsődleges szempont volt az összhang megteremtése. Mindenképpen fontosnak tartottam, hogy valamilyen szinten a művelési háznak a tömegéhez kapcsolódjon, hiszen a művelési háznak a területén fog ez állni, ez a létesítmény, tehát hangulatában, formavilágában a művelési háznak a képéhez fog becsatlakozni. Anyaghasználatánál elsődleges szempont volt az, hogy gazdaságos építhetőség miatt minél inkább előre lehessen gyártani. A látványtervek alapján így fog kinézni az építmény, mire elkészül. Az előkészítés és tervezés körülbelül másfél évvel ezelőtt indult, azonban kezdetben több nehézség is adódott. A nehézségeket két dolog okozta, az egyik az, hogy a közelbe folyó helyi patak közelsége meghatározta ennek a színpadnak a tervezhetőségét, a másik pedig az, hogy ez a terület Miskolc megyei jogú város tulajdonában van, de nem közterület, hanem egy önkormányzati tulajdonú terület. A problémák elhárítása után most elkezdődhet a munka. Borkuti László önkormányzati képviselő hozzátette, Görömböly központi terén számos rendezvény valósul meg, és minden alkalommal nagy igény van a tetőszerkezetre. A beruházásra 10 millió forint pályázati forrás áll rendelkezésre. Az időjárástól függően a tervek szerint április 15-ére elkészül az építmény. Ismét családbarát hely lett a Miskolci állatkert. A felülvizsgálatot a Családbarát Magyarország Központ végezte, és a többi közt az akadálymentesítést, a biztonságot, valamint a családok igényeinek kiszolgálási szintjét ellenőrizték. 2021-ben az állatkert egyszer már megkapta a tanúsító védjegyet, amely 2 évig volt érvényes. Tavaly rekordszámú, több mint 120 ezer vendég érkezett a Miskolci állatkertbe. Akadt bőven, ami csalogassa őket, hiszen több mint 60 új állat érkezett, és legalább 80 kis állat született egy év alatt. A látogatóknak sok kedvence van, de különösen az állatok kicsinyeit kedvelik, például az oroszlán kölyköket. Vannak még kicsik, azok nagyon cukik, meg kell nekem egy otthonra, az biztos. A gyerekek többsége szereti az állatokat, és ez annak is köszönhető, hogy az óvodák és iskolák gyakran szerveznek kirándulást a Miskolci állatkertbe. Minden évben ismeretterjesztő, szemléletformáló és tematikus foglalkozásokkal várják a csoportban érkező gyerekeket. Eddig láttunk már kúszósült, rókát, megetettük a medvéket, elmentünk a tevékhez, azokat is megetettük. A rókát láttuk, hogy megy fel a fára a tojásért, és most jöttünk a bölényekhez, van 2 kicsi. A tavaly 39 éves intézmény születésnapján leginkább családok keresték fel az állatkertet. Egész nap érdekes programokkal várták az évfordulóra érkezőket. Augusztus 20-a alkalmában jöttünk el a gyerekekkel az állatkertbe, hallottuk, hogy most lesz látványetetés és mindenféle gyerekprogramok, úgyhogy kihasználtuk ezt az alkalmat, és eljöttünk a családdal. A Miskolci állatkert évek óta népszerű, és az itt dolgozók igyekeznek mindent megtenni a látogatók komfortérzetének növelése érdekében. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy mint családbarát szolgáltatóhely olyan piktogramokkal lássuk el a megfelelő helyeket, amely akár az írást még nem ismerő gyerekek számára is egyértelmű, tehát hogy ne etessük az állatokat, akár az állat sérülést okozhat. 2021-ben már elnyerte az állatkert a Családbarát szolgáltatóhely tanúsító védjegyet. Ezt az elismerő címet tavaly évvégéig használhatták. Ahogy közelített a lejárati határidő, ismét jelezte az intézmény a Családbarát Magyarország Központnál, hogy továbbra is elkötelezett a családbarát szemlélet iránt. Jeleztük a központ felé, hogy újra szeretnénk akkreditáltatni. Ekkor előzetesen ki kellett tölteni egy bizonyos feltételrendszernek megfelelő kérdőívet, amelyet azután ők személyesen jöttek, és egy auditvizsgálat során leellenőriztek. Voltak olyan dolgok, aminek a meglétét személyesen ellenőrizték, tehát például van-e olyan diszkrét bababarát szoptatóhelység, amelyet a családok igénybe tudnak-e venni, létrejön-e az, hogy akadálymentesen be lehet menni az intézménybe. Vizsgálták, hogy elzárhatók-e a látogatók poggyászai, tudják-e megfelelő fedett helyen tárolni a babakocsit, a kerékpárt, és biztonságos-e a játszótér.
Mivel ezeknek a feltételeknek maximálisan megfelelt a miskolci állatkert, így idén januárban ismét megkapta a családbarát szolgáltatóhely tanúsító védjegyet. Nem tudta folytatni sikeres menetelését a kosárlabda Euroligában a DVTK, a Girona győzni tudott keddesti miskolci vendégjátékán, már a találkozó elején előnybe került spanyol együttes, és ugyan a záró negyedben felcsillant a fordítás lehetősége, de a végére kinyílt az olló, és a sérülések, valamint a fáradtság legyőzte a pirosfehéreket, ezt kihasználva a vendégek 74-56-ra megnyerték a mérkőzést. Mindenképpen jó alaphelyzetnek volt tekinthető, hogy a két csapat spanyolországi párharcát a DVTK nyerte, az viszont már nagyon nem a jó kategóriában volt jegyezhető, hogy Girantes egyáltalán nem tudta vállalni a játékot, Kányási pedig sérülten lépett pályára. A fizikai teljesítő képesség határait feszegető Dior Győr nem az elképzelések szerint indított, az első negyedben 10 pont körüli előnyt tudott kiépíteni a vendégegyüttes. Ami a folytatásban sem csökkent, ugyanis hazai részről a fáradtságot a sok csere sem tudta valamennyire ellensúlyozni, és ugyan nem játszottak jól a spanyolok sem, de a mindig nagyon fontos egyéni extra teljesítmények náluk jobban megjelentek. A nem teljesen egészségesen is óriásit játszó csapatkapitány, a 17 ponttal záró Kányási Veronika ezúttal is csapata motorja volt, és újra megvillantotta a Diós Győr az egészen elképesztően erős záró negyed béli teljesítményét. De ez most csak egy zárkózásra volt elég, nem tudta a maga javára billenteni a találkozót a piros-fehérmezes házigazda. A mérkőzés utolsó percei a spanyol együttesnek sikerültek jobban, és így a végén ezúttal nem tudott egy újabb csodát megvalósítani Völgyi Péter vezetőedző együttese. Az Euroliga 14. fordulójában DVTK Hunter Girona 56-74. Mind a két csapat rettenetesen fáradt volt, szerintem mi még jobban, mint az ellenfelünk. Igazából az öt napon belül a harmadik viszont is a kemény meccsük volt. Én nagyon sajnálom, hogy egyrészt tartalékosan kellett kiállnunk, de hát ezen is tenisérülések előfordulnak. És azt, hogy nem tudtunk úgy játszani, hogy szerettük volna. Én szerintem mindent megpróbáltunk, de a mai nap ez ilyen volt, nem tudtunk betalálni, pattogtak el a labdák. Az agresszívan elvittek tőlünk a spanyol labdákat, ebből megdobták a könnyű gólokat, és ez elég volt a mai napon ahhoz, hogy megnyerjék ezt a mai meccset. Két mérkőzése maradt még hátra a DVTK-nak az Euroliga alapszakaszából. Hazai pályán a spanyol Avenida lesz még az ellenfél, majd Franciaországba utazik a csapat, de ekkor már véget ér az extrém sűrű meccsidőszak. Bár ezzel a vereséggel nehezebbé vált a továbbjutás, de még így is elérhető a rájátszás a nemzetközi kupában. Szeles csapadékos idő érkezik, részletek hamarosan az időjárás jelentésben. Híreinket, riportjainkat a minap.hu-n visszanézhetik, 18 óra 25 perckor új adással jelentkezik a Kilátó. Híradóval pedig legközelebb csütörtökön jelentkezünk. További szép estét, jó tévézést kívánok, viszontlátásra!